Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 28-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy mik az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit szeretne közölni veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Erre is kivetem a kártyát. Ehhez jön még egy napi kártya. Az első kérdés az volt, hogy mi foglalkoztatja őt gondolatban. Itt láthatjuk ezt a szomorúságot. Vagy ő érzi, hogy ti szomorúak vagytok, mert vártok rám, és ő ezt tudja. Vagy ez a hölgynek, ennek a képnek van egy szimbolikus jelentése, és azt közli veletek, hogy ő szomorú, mert vár valamire. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzései. Ez a kislány mutatja a gyermekkori emlékeket, de jelenthet egy új kezdetet is, amit ő érez. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek. Itt ez a kártya mutatja a kommunikációt. Hamarosan kaptok egy hírt, és lesz beszélgetés köztetek. A napi kártya a csillagokat mutatja, ez a kislány figyeli az eget, és ezek a csillagok szerencsét hoznak. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy videó felvétel áll néven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!